Most tehát tegnap a kormány szóvivői sajtótájékoztató óta tudjuk, hogy különböző anomáliákat szeretne megszüntetni az átszervezés, a reform, a keretszám csökkenés, hát ez is része a felsőoktatásban, mert ahogy fogalmazott a kormány szóvivő, vannak itt olyan hallgatói önkormányzati vezetők, lenézett a papírjára, hogy most én, azt mondta, hogy ahogy nézem, akik 9-10-12 éve lépett be az egyetem falai közé. Majd utána Parag Lászlóval folytattam egy hosszas vitát arról, hogy ő kamarai elnökként hogyan tudja azt, hogy ki mikor kezdte a tanulmányait. De hát nekem úgy tűnt, hogy mint hallgatói vezető, mondjuk a HÖK vezetője, Nagy Dávid, hát ő akkor az egyik anomália, még ha nem is mondták ki a nevét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na hány éve koptatja a padokat? 2004-ben kezdtem el az egyetemet. Hát az nem ezt jól tudja a Parag úr, azóta a második diplomám befejezésén dolgozom. Szeretném neki is üzenni, hogy azért én már fizetek, tehát csak az első diploma a tandíjmentes. Most is a másodikért már fizetek, és egyébként doktorandusz hallgató vagyok. Tehát, hogyha az ember egy kicsit utána számol, akkor, hogyha egy alapesetet veszünk, hogyha valaki beiratkozik egy alapképzésre, majd elvégzi a mesterképzést, majd a doktori képzést, amivel legtöbben ugye egy-egy évet csúsznak vagy halasztanak, akkor 9-10 évre jön ez ki. Tehát abba, hogy valaki 9-10 éve van egy egyetemen, abba egyébként ebből a megközelítésből semmi rossz nincsen. Hogy Parag úrnak ne kelljen tovább nyomozni utánam, szeretném elmondani, hogy én 2 évig ESU, tehát az Európai Hallgatói Szervezet képviselője voltam. Ennek megfelelően abban a 2 évben rengeteget tartózkodtam külföldön, így lassabban haladtam a tanulmányaimmal, tehát igen, jól tudja Parag úr, én is halasztottam. 2 évet halasztott. Igen, halasztottam, csúsztam, nem tudtam úgy haladni a tanulmányaimmal, ennek meg is lett az a következménye, hogy bizony már fizetnem kellett a végén, de nem élősködtem én senkin, én kifizettem azt a pénzt. És Parag úr, hogyha gondolja, és szeretne még valamit megtudni róla, nem kell nyomozni, hívjon fel, majd én elmondom neki. Na, ahogyha ön tudom, hogy tegnap este, akkor amikor én itt Parag Lászlóval beszéltem, akkor önnek más dolga volt, tehát igen, akkor igen. Ugye kapcsoltuk folyamatosan a Kossuth teret és az eseményeket mutattuk a nézőknek, tehát feltételezem, hogy nem látta ezt az interjút. Nem. Azóta visszanézhette volna, úgyhogy akkor ez súlyos hiba. Na, minden esetre most azért egy pici ízelítőt mutatunk önöknek is, meg önnek is, mert akkor jobban tudjuk majd értelmezni, hogy egyáltalán mi is a baj a felsőoktatásban, meg esetleg a HÖK-kal, úgyhogy nézzük meg. Elkezdtük ezt vizsgálni. Ki a HÖK és kiderült, vezetőjét? Nem. Hát a statisztikai adatokat. De ön a diákok és kiderült, vezetőiről beszél. Hadd folytassam. Igen, igen. És kiderült, hogy nagyjából 30%-a ma a hallgatóknak az életvitelszerűen egyetemből él. Az egyetemen él. Ez a foglalkozása, hogyha nagyon keményen fogalmazok. És ezen belül az derül ki, hogy a hallgatói vezetőknek egy része is ide tartozik. De ez hogy derül ki? Onnan például, hogy különféle jogosítványok vannak a hallgatói önkormányzatoknál, amelyek nem egyszer gazdasági érdekekkel ütköznek, mondjuk egy kollégium eladása, vagy egy büfé üzemeltetése, és ennek kapcsán érkeznek a vállalkozói panaszok a kamarába, hogy próbáljunk valamit tenni. Szabályos, mert a HÖK-nak, illetve ezeknek a szervezeteknek megvannak ezek a jogosítványai, de akkor az ember azért ránéz arra, hogy na mégis hány éves az a fiatal ember, aki ezt a szervezetet irányítja, és kiderül, hogy 8 éve és 36 éves. Tehát, de az, hogy hány éves az ember van, de az, hogy hány évvel ezelőtt kezdte a tanulmányait, az milyen kartonon, milyen lapon szerepel? Hát bármelyik egyetemre bemegy, meg tudja, ezek nem titkos adatok. Hát de ön bement és megkérdezte, vagy valami? Tanulmányt készítettünk arra, hogy az ördögben van, hogy 430 ezeren vannak bent a felsőoktatásban, abból elvileg 100 ezeren végeznek, és 32 ezeren kapják meg a diplomájukat. Én ezt értem, de ön azt honnan tudja, hogy dőlnek az ilyen információk, még más is. Mi? Ha hiszi, ha nem. De milyen más? Nagyon sok minden másfajta összefüggés. Úgy, mint? A szerkezetéről a felsőoktatásnak, a hallgatóknak, a különféle éves csúsztatásoknak, és sok minden másnak. Éves csúsztatásoknak? Hogy... Hát nagyon sokan kihagyják az évet, aztán folytatják, a kreditbeszámításnak. Még egyszer nem értem. A HÖK vezetőjét például most úgy hívják, hogy Nagy Dávid. Ha róla beszélünk, akkor milyen információ alapján, és milyen papír, vagy milyen tanulmány, hogy
hogy tartozik az önre, hogy tartozik az a kereskedelmi és iparkamara elnökére, hogy ha Nagy Dávidról van szó, a hők vezetőjével, hogy hány évvel ezelőtt kezdte a tanulmányt? Nem ismerem Nagy Dávidot, nem találkoztam még vele soha. Azt tudom, hogy a hők egy ernyő szervezet, azt tudom, hogy van mintegy 70 egyetem és főiskola. Honnan tudja, hogy ki mikor kezdte a tanulmányait? Tanulmányi osztályról. Ön lekérte? Nem lekértem, mellékinformációként ott volt. De ez hogyha minek azt a mellékinformációja? Ne haragudjon, ha azt vizsgálom, hogy mennyi időt tölt bent valaki az egyetemen. Igen? Akkor a statisztikából ez az információ eleve kipotyog. Hát hogy potyognak? Ez név szerinti információ. Hát ez az akkor... nekem nem mondja, hogy olyan alapos vizsgálatot végzett a kamara, hogy név szerint kérték le, mint a régi rossz viccben, a hallgatók adatait, hogy ki mikor kezdte el a tanulmányait. Ez tehát akkor... itt gondolom, darabszámot néztek. Itt pedig személyről, névről, vezetőről van szó. A személyi információ akkor jön, amikor érkezik egy gazdasági információ vagy gazdasági bejelentés. Jogosítványuk van az egyetemi vagyonnal való gazdálkodásban, jogosítványuk van az egyetemi vagyon hasznosításában, és ezeken a felületeken beleütköznek számtalanszor gazdasági érdekekbe, vagy találkozik a gazdasági szereplőknek a munkájával, és ebből lehet következtetéseket levonni, mert ezzel kapcsolatban viszont nagyon sokszor konkrét név szerinti információkat kapunk. Amelyek egyébként szabályosak. Nem, hát ezt nyilván attól a vállalkozótól, aki úgy érzi, hogy úgy került hátrányba. Az honnan tudja? Hát ezt már ne tőlünk kérdezze. Hát röviden ennyi. Tőle már nem, mármint hogy Parag Lászlótól nem tudtam kérdezni, hogy a vállalkozó annak tudja, de önnek jó derült egyébként ezen az egészen, de hogy van, tehát ilyen súlyos konfliktusa van az üzleti élettel? Én vállalkozókkal se tárgyalok, hát nekem én nem egy üzleti szereplő vagyok, ez szó nincs erről. Nagyon jót mulattam, kár, hogy tényleg nem néztem meg. Paragónak üzenem, hogy 28 éves vagyok, nem 36 éves. Ez a sok esti séta itt mostanában hidegben, ez megvisel persze, mert ugye fúj a szél, az arcomon látszik, de egyébként még hozzájön ehhez, hogy két tannyelvű szakközépiskolában 5 év után érettségiztem, nem azért, mert hülye vagyok, hanem azért, mert a német nyelven itt tudtam érettségizni. Úgyhogy furcsálom egy kicsit, és nem tudom, hogy honnét szedi ezeket az egyébként valótlan állításokat. A hőoknak van jogosultsága? Büfét üzemeltetnek? Nincs. Nem üzemeltetünk büfét. A büfé működésében van valami beleszólás? A hallgatói önkormányzat az intézményi szinten vizsgálva nem jogi személy. Ebből kifolyólag nem üzemeltethet büfét. Az intézmény kiadhatja a helységet, üzemeltethet büfét, és megkérdezi a hallgatói önkormányzatot, aki véleményt formál arról, hogy megfelelően üzemel-e a büfé. Ennyi történt. Hát akkor lehet, hogy itt valami olyat mondtak, hogy nem megfelelő, tehát nem túl száraz a zsemle. Hát de akkor, hogy ilyen sok adata van, adjon már oda, hogy mi az. Szeretné? Hát megnézném, hogy mire alapozva mond ilyeneket. Mit gondol egyébként a tanulmányi osztály kiad? Tehát, hogyha egy vállalkozó, akinek mondjuk valami problémája van a büfé üzemeltetésével, vagy a büfé üzemeltetésével problémája van a hőoknak, ez mondjuk nem tetszik a vállalkozónak, akkor az besétál a TO-ra, és akkor azt mondja, hogy adják már meg a Nagy Dávid, az mikor kezdett? Hát, hogyha az én TO-s néimhez valaki így besétál, az biztos, hogy kinevetné. De biztos vagyok benne, hogy ez mindenkivel így van, mert ezek vállalkozók számára különösen nem hozzáférhető adatok. Itt a következőről lehet szó. Arról lehet szó, hogy van egy úgynevezett felsőoktatási információs rendszer, ebben szerepelnek ezek az adatok, és ilyen-olyan kiskapukon keresztül véletlenül a kormányzat ehhez hozzáfér. Hát itt nem szabad, hogy legyenek ilyen-olyan kiskapuk. Hát csak feltételezem azt, az is lehet, hogy törvényt sértenek, én nem tudom, de attól függetlenül, hogyha ezt meg is nézték, hogy jutott Parag úrhoz, azt nem tudom, mondom még egyszer, nekem nincs ezzel titkolni valóm, tehát el is mondtam, hogy vezetett az én utam egészen ideig. És a másik, amit mondani akartam, hogy hát ilyen, hogy büfék, meg hogy tehát hogy ezt mondani. Kollégium szerint, értékesítése? Én sosem adtam még el kollégiumot. Ha lehet, hogy ez a baj. De egyébként szerintem ez nem jelent olyan rosszat, hogyha a kormányzat ilyenbe gondolkodik, mert azt jelenti, hogy az érveik elfogytak, és elkezdtek személyeskedni. És akkor ez most mit lehet elérni? Tehát, hogy az érvek elfogytak a felsőoktatás átalakításával kapcsolatban, na akkor nézzük meg, kik a vezetők, hogyne, mert akkor nem lesznek elégedetlenek a hallgatók, hát gondolja? Most beindult, ahogy a tegnapi beszédemben mondtam, beindul egy kormányzati gépezet, és akkor az elkezdi megosztani azt az összeállt tömeget, azt az összeállt egységet, ami felsorakozott ez ellen az átalakítás tervezet ellen. És most itt próbálkoznak, később majd máshol próbálkoznak. Biztos előkerül majd rólam egy-két olyan fénykép, ahol mondjuk egy pohár borral többet ittam a kelleténél. Van ilyen?
Nem tudom, nyilván lesz. A Photoshop is sok mindenre kér. Hát ha van, akkor most gyorsan töltse fel az internet, és ezt megelőztük. Minden esetén én beszéltem a kormány szóvivő iroda munkatársával. Tényleg a kormány szóvivő nevet nem említett, lenézett a papírjára, azt mondja, itt van előttem, és onnan olvasta, hogy 9-10-12 éve hallgatói önkormányzati vezetők. Azért mondjuk gondolom nincsenek 100-200, nem? Tehát, hát én 2010-ben lettem hőkelnök, 11-ben kezdtem a mandátumomat, még nincs 12 vége. Na, szóval, és azt az információt kaptam a kormány szóvivői irodától, hogy honnan tudják, hogy itt valaki a vezetők közül 9-10-12 éve dolgozza, hogy betelefonáltak hozzájuk többen. És hát azt a panaszt mondták el a kormány szóvivői irodán, hogy hát itt bizony a hők, vagy nem, tehát itt a hallgatói önkormányzati vezetők, azok már hát hosszú évek óta ott vannak benne az egyetemen, úgyhogy ők innen tudják, nekem ezt mondták. Jó, ez még egyszer mondom, tehát az, hogy ha valaki ott van az intézményben és tanul, és még ha csak nem is csúszik semmivel, a doktoriát 8 év alatt tudja megszerezni. De egyébként, tehát hogyha valaki éppen halaszt, akkor az mi költségbe kerül az államnak? Tulajdonképpen semmiben, mert ő passzív félében van, és nincs ott. Se juttatásban nem részesül, nem fogyasztja még csak a vizet sem a mosdóban, úgyhogy nem kerül semmibe. Hozzá kell tenni azt is, hogy bizony olyan hallgatótársaimról is tudok, és én is voltam ilyen cipőben, amikor az egyetem elején ahhoz, hogy finanszírozzam magam, rakodó munkásként dolgoztam itt-ott. Volt olyan, éjszaka telefonáltak, hogy menni kell, hát akkor mentem. Hát ebből előfordulhat olyan is, hogy valakinek emiatt kell csúsztatnia a tanulmányain. Na, akkor nézzük nem csak az saját személyes életét és a életútját. Bocsánat, most már megtudtuk. Bocsánat, hogy elhegyeztek ki, Paragúr, is gondoltam, hívtuk. Elmondom. Ne, ezért hívtuk, hogy... Ez nem titok, ha kíváncsi rá, Paragúr, egyéb részletekre hívjon fel, tényleg elmesélek neki mindent. Hát, lehet, hogy össze fognak barátkozni, most, hogy összehoztam önöket. Rákérdeztünk Orbán Viktorra Brüsszelben, a tudósítónk, hogy akkor most mi lesz a felsőoktatással, mi lesz a hallgatókkal. Azt mondta, hogy erős hetünk van. Hétfőn megcsináltuk a költségvetést, szerdán pedig a gáz- és távhűtés és villamosáramár csökkentést, csütörtökön megoldottuk a jövő évi minimálbért, és a hét végéig megoldjuk a felsőoktatási reformot is. Hát várjuk. Ugye meglepetésszerűen jött ez az előző tervezet is. Tehát nem tudtunk róla. Ugye 3-4 héttel ezelőtt megkaptuk a 30 akárhány ezer helyet tartalmazó tervezetet, javaslatcsomagot, arra megírtuk, hogy nem tetszik, tessék átdolgozni, és az, hogy jogi meg gazdaságtudományi területen nincs állami ösztöndíjas férőhely, az nem reális, nem életszerű, tehát ezzel kezdeni kell valamit. Persze, majd akkor átdolgozzák. Na most az átdolgozás az lett, hogy ezt a 10 000 valamit, és ezt a sajtóból tudtuk meg, tehát erről előzetes tájékoztatás nem volt. Találkozó Orbán Viktorral, Balogh miniszter úr, nem mentek, azt tudom. Nagyon sajnálom, hogy már a másodikat kellett ma lemondanunk, ugye 10 óra 42 perckor érkezett meg a meghívó, hogy 3 órára a hők elnökségét várná miniszter úr. Egyébként tényleg értékelem, és ezt nem cinikusan mondom, tényleg értékelem a kezdeményező szándékot. Elnézését kértem a miniszter úrnak, hát nekünk az elnökség fele az vidéki intézményben van, megoldhatatlan volt egyszerűen ennyi idő alatt, és javasoltam tisztelettel, hogy keddre időzítsük, igen, nyilván az ő napi rendjéhez alkalmazkodva. Mi lesz még? Tehát mire készülnek? Nyilván az, hogy mit tárgyalnak majd kedden Balogh Zoltánnal, sokat fog számítani, hogy jutnak-e valamire. Addig a hallgatók mire készülnek? Addig a hallgatók támogatják a már bejelentett demonstrációkat. Ugye hétfőn lesz egy nagyobb volumen, ugye itt azt kell látni, hogy itt minden demonstráció egy célt szolgál. Teljesen mindegy, hogy éppen ki szervezi. Azt a csapat, ha szabad így fogalmaznom, a csapat, az egység többi része azt automatikusan támogatja. Ahogy a Hallgatói Hálózat Fórumát támogatta, a hőok rendezvényét, a Hallgatói Hálózat és a Humán Platform, most a Humán Platformot, a Hallgatói Hálózat, a hőok, a szakszervezetek, a pedagógusok, mindenki támogatja, és ott lesz. Ez összes variáció, nem mondja fel. Nem mondom, mert csak példákat mondtam, tehát, hogy mi is ott leszünk, mire ott voltunk. Készülnek, ugye a séta megszavaztatása az is elég spontánnak tűnt a tegnapi napon. Erre számíthatunk hétfőn is? Nem tudom, ott majd a szervezők eldöntik, hogy mi a menet, mi a tömegben, egészen biztos, hogy ott leszünk. Mi pedig majd megmutatjuk. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.